Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Kátai Gábor Kórház 2016 évi Semmelweis napi ünnepségén. Hazánk méltán híres orvosprofesszora Semmelweis Ignác születésének napját 1992 óta a Magyar Egészségügy napjaként tartjuk nyilván, melyen az egészségügyi dolgozók lelkiismeretes és áldozatkész munkáját ünnepeljük. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Szilágyi Lajosnét, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumának elnökét. Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszony, dr. Kapusi Lajos orvosigazgatóra, Cinegéné Bődi Szilvia megbízott ápolási igazgató, Király Tünde megbízott gazdasági igazgató. Köszöntöm továbbá minden kedves vendégünket, akik elfogadták meghívásunkat, és velünk együtt ünnepelnek a mai napon. Ne felejtkezzünk el azokról a kollégáinkról sem, akik jelen pillanatban is a betegágy mellett dolgoznak. Ünnepségünk elején kérem, hogy közösen énekeljük el a táskájában költszer, lázmérőt és lámpát.
csuklód, pulzusodat méri. Elmér doktor, sok betege várja, minden gyermek mélyen kis szívére zárja. Márki Réka fúján a Muzsika hangja című műzikából a Havasi Gyopár című részletet adja elő. Dum dum dum.
Erzsébet főigazgatóasszony köszöntője megtartására. Tisztelt polgármester úr, elnök asszony, tisztelt jelenlévők, kedves vendégeim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai Szemelmeresz napi ünnepségi műsorunkon, rendezvényünkön, amelyet megelőzött egy a Kárdai Gábor sírjánál történő megemlékezés, koszorúzási rendezvény is. Ebből adódott egy kis csúszás a rendezvény kezdetén, az itteni műsor kezdetén. Az elmúlt egy év alatt nagyon sok minden történt az intézményben, kit közvetlenül, kit közvetve érintett. Voltak, akik teljesen részesei voltak ezeknek a változásoknak, és voltak, akik tetszik kedvezményezettjei. Alig egy éve, ne felejtsük el, tavaly július 1-ével intézményünk átvette a sürgőségi betegek osztály működtetését. Én ezúton is szeretném megköszönni minden kollégának, mindenkinek, aki jelenleg is, akkor is, és azt megelőzően is az intézmény közalkalmazott dolgozója volt, hogy segítségemre, a vezetés segítségére volt a beteg ellátás folyamatosságának színvonalas biztosítása mellett tudtuk ezt az időszakot együtt áthidalni, átviselni, sőt azt kell, hogy mondjam, a beteg elégedettség még jobb volt ebben az időszakban, és az ezt követő időszakban, mint az azt megelőző időszakban. Úgy gondolom, hogy méltán kijelenthetjük, és kijelenthetem, hogy minden érintett dolgozó helytállt, és szakmai tudásának maximalitását nyújtva biztosította mind a sürgősségi betegellátó osztályon, mind a szakterületét érintő fekvőbeteg osztályon az ellátást. További változás volt november 1-ével, hogy a Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet tüdőbeteg ellátás biztosító szakellátása, illetve a tüdőgondozó szervezeti egysége átkerült, és ezzel együtt 8 település ezen ellátásának biztosítása átkerült a Kárdai Gábor kórházhoz. Úgy hiszem, hogy ezt is az érintett kollégáknak, szakorvosoknak, szakasszisztenseknek köszönhetően sikerült zökkenőmentesen megoldani. És aztán eljött az április 1-én, mikor is ezt az intézményt felsőszervű döntés alapján beintegrálták a Kárdai Gábor kórházba. Akár sokan még mondhatják ma azt is, hogy nem is tudtuk, hogy többen vagyunk. És igen, igaz, hogy még egy páran elfelejtjük, amikor dolgozói létszámot említjük, és 600 főt mondunk, vagy 604 főt, hogy bizony-bizony 30 fővel többen vagyunk. És ez az új telephely, ez az új 32 fős ápolási osztály, szülészetnői, gyógyászati és onkológiai ellátást, járóbetegszak ellátást biztosító intézeti telephely, és a Kárdai Gábor kórház neve alatt működik. Én szeretném megköszönni ezúttal is azoknak a munkáját, és most a teljesség igénye nélkül és a felsorolás igénye nélkül, hiszen mindenki tudja, hogy ki vett ebben részt, akik biztosították, hogy egy folyamatos, több mint 6 hónapos állami számbevőszéki ellenőrzés mellett sikerült megvalósítanunk zöggenőmentesen ezt az intézményi beolvadást, az alapfeladatunkat ellátnunk, a betegellátást színvonalasan biztosítanunk, és azt az alapcélkitűzésünket, ami én 3 évvel ezelőtt elmondtam, és úgy gondolom, hogy egy összintézményi értekezleten ismertettem is, hogy ezt a kórházat fejleszteni kell, a dolgozók munkakörülményeit javítani kell. Ezt is sikerült mindezek mellett megvalósítani az elmúlt egy évben. Több médiából, sajtóból is hallhatták, akár más kórházak is, hogy sikeres uniós pályázatokat nyújtottunk be, melyeknek hasznait mi a kedvezményezettek egy év alatt a Kárdai Gábor kórház, de lényegében az itt dolgozók, azt hiszem, hogy a mai napig és az ezt követő időszakban elég hosszú ideig fogják használni, hasznosítani. Legyen az intőfelújítás, új eszközök beszerzése,
melyek betanulása az év elején azért még mindig okozott egy kis problémát, de a betegellátásban sosem okozott fennakadást. Én ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek az ezévi munkáját, az eltelt egy évben nyújtott segítségét, azt, hogy ez az intézmény színvonalasan és kulturáltan működhetett, és hogy itt most, a mai napon ünnepelhetjük a dolgozókat, azt a humán erőforrást, aminek segítségével mindezek nem valósulhattak meg volna meg. Köszönöm, hogy meghallgattak. Asszonynak a dolgozói munkáját elismerő szavait. Felkérem dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter urat ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Polgármester úr, Főigazgató asszony, Elnök asszony! Szeretettel köszöntök mindenkit! Köszöntöm a Kátai Gábor kórház dolgozóit, köszöntöm mindazokat, akik értékes munkájukkal segítik azt, hogy az egészségügy Karcagon a Nagykunságban fejlődjön, akik segítik azt, hogy a rászoruló betegeken tudjunk minél eredményesebben segíteni, tudjuk őket meggyógyítani, hogy önök tudják őket ápolni és meggyógyítani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szemmel vesztek, azt hiszem mindenki számára, aki az egészségügyben dolgozik, munkálkodik egy etalon. Egy olyan személyre emlékezünk ilyenkor, aki a világ orvos társadalma úgy tart számon, mint én ezt olvastam, mint az első öt legnagyobb orvos egyéniség egyikét, aki a világ történelemben alkotott, aki sokat tett az emberiségért, az emberek gyógyulásáért. Ez egy rendkívül nagy dolog, hogy egy ilyen magyar emberre büszkék lehetünk. És az is egy nagyon nagy dolog, hogy szerintem egyedül itt szélese magyar világban mi kettős ünnepet ülünk, hiszen Kátai Gábor egy olyan kiemelkedő egyénisége a magyar orvostudománynak, aki vidéken, távol a nagy központoktól tette azt, amit kellett, gyógyította az embereket, segítette őket gyógyszerészként, később orvosként, majd Jászlachun Szolnok megye, a Vármegye első tiszti főorvosaként. Mi büszkék lehetünk őrá is, hiszen Karcag szülötte, maradandót alkotott tanulmányaiban, az orvosi nyelvnek a magyarra történő átültetésében szavakat alkotott és kifejezéseket, és olyan gyógymódoknak a kidolgozásában vett részt a járványvédelemben és más területeken is, amelyek aztán ráépültek a későbbi korok eredményei. Tehát ebből a szempontból ez egy kettős ünnep, de nagyon fontos az, hogy egyúttal az önök megbecsülésének, az önök munkájának az elismerésének is az ünnepe. A nemzetügyek kormánya nem csak szavakban, hanem tettekben is fontosnak tartja az egészségügy fejlesztését, az, hogy a munkakörülmények, az élet minőséget befolyásoló egészségügyi szolgáltatások a lakosság számára, azok folyamatosan fejlődjenek, olyan beruházások legyenek, amelyek eredményesebbé teszik a gyógyító munkát, az ápolás, és mi büszkén elmondhatjuk azt, hogy a Karcagi kórházban olyan fejlesztések valósultak meg az elmúlt években, amelyek vállalhatók, amelyekre szükség volt, és amelyeket eredményesen sikerült végigvinni. Elég arra gondolni, hogy több mint 1 milliárd forintos, sőt 1,6 milliárd forintos az a több beruházás, amely az elmúlt néhány esztendőben indult, illetve készült el. Itt a rehabilitációs szolgáltatás 800 millió forintos fejlesztése, vagy ami éppen most zárult, műtőfelújítás, napelemes rendszer, orvosi eszközök, gépek, berendezések, egy olyan beruházás, olyan fejlesztés, amely 840 millió forintot ér. 840 millió forintot pénzügyileg, műszakilag, de az önök munkájának köszönhetően ember életekben és egészségben mérhetően ennek a többszörösé. Én ehhez szeretnék gratulálni. Kívánom azt, hogy ilyen eredményes munka legyen a kórházban, mint amire eddig is büszke lehetett, büszkék lehetünk mi, akik itt élünk Karcagon, a Nagykunságban, és nagy Isten, ennek a kórháznak bármikor a látogatói lehetünk, akik gyógyulást és segítséget várunk. Én biztosítottam önöket arról, hogy a megkezdett munkát folytatjuk úgy, hogy a kórház felújítása több mint egy évtizede elkezdődő, és folyamatosan zajlik a mai napig különböző berendezések, műszaki fejlesztések, különböző a legkorszerűbb orvosi berendezések beszerzésén keresztül. Ez a munka mindig ad nekünk feladatot.
állunk elébe, és Varga Mihály miniszter úrral, aki üdvözletét küld, és a kormány tagjaival együtt szeretnénk ezt tényleg olyan szinten vinni, mint hogy az elmúlt években megvolt. Számítunk ebben önökre, számítunk arra az odaadásra és munkára, ami mindig is jellemezte a Kátai Gábor kórház vezetését és az önök közösségét, és számítunk arra, hogy a táj, a nagykunság, ahol élünk, lakói, társadalmi szervezetei, cégei, vállalkozásai segítenek mindebben bennünket. Én szívből gratulálok mindenki tüntetetnek, kívánom azt, hogy ez a mostani nap, amely ünnepélyes és kötetlen részekben is bővelkedik, adjon erőt a hétköznapok szorgos munkájához. Jó erőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Köszönjük miniszter úrnak az egészségügyi dolgozókat méltató szavait. Felkérem Dobos László polgármester urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, főgazdak az, hogy elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Olyan sok minden elhangzott már a előttem szólóktól, hogy én már nem is egy ünnepi beszédre szeretnék mondani, hanem egy zárszót. Egy picit összegezve a hallottakat és még ami itt felvillemlett bennem. Tisztelt jelenlévők, öröm ilyenkor itt lenni. Ott a hátulállók között vannak olyanok, akik tapasztalják, hogy más események is vannak az ember életében, amikor nem jó itt lenni, amikor egy vérvétel van, vagy egészen más egyik beavatkozás. De ez egy ünnepi alkalom, hiszen Semmelweis Ignácra gondolva, az ő életútjára, munkásságára gondolva ünnepeljük az egészségben dolgozókat. És ez nem véletlen, hogy mindig a július első napjaira esik, hiszen az egészségükben nincs évvége, igazi évvége, nincs hétvége, nincs karácsony, nincs húsvég, itt folyamatos munkarend van, folyamatosan megállás nélkül kell a betegeket gyógyítani, rászorulókat segíteni. Hogy elhangzott, igen, sok feladat volt, amit meg kellett oldani az elmúlt év 11-ben, utóbbi évben is természetesen örömmel tapasztalhatjuk, és ezt a város lakói nevében mondhatom, hogy mindenképpen egy pozitív előre haladást tapasztalható. Köszönet azért a kormánynak, miniszter úrnak, Varga Mihály miniszter úrnak, a kórház vezetésének, hiszen valóban büszkék lehetünk mindarra, ami itt történt ebben a kórházban, a fejlesztés, átalakítás. Tudjuk nagyon jól, hogy az egészségügy egy rendkívül bonyolult összetett szervezet, és nem könnyen lehet elmozdítani a boltpontról, és nem könnyű átalakítani. De miniszter úrhoz csatlakozva én is azt mondom, hogy a közelet elsősorban annak illeti, akik itt dolgoznak, és tudjuk, hogy kutyakemény körülmények között adott esetben nehéz feltételek mellett kevés munkatársal, esetleg a vágnál kevesebb juttatásért, de egy kis tessenek emlékezni az elmúlt egy évvel ezelőtti gondolataimra, valami megsúgta nekem, hogy történik a futball egy kicsi előrelépés, és hál' Istennek ez be is következett, és reméljük, hogy nem lesz megállás. Mert akik itt dolgoznak, megértenük az elismerést, az anyagi elismerést és más egyéb elismeréseket is természetesen. Nekünk az az érdekünk, azon fáradozunk, dolgozunk, hogy az itt munkálkodóknak bármilyen beosztásban legyen is, olyan körülményeket teremtsünk, ami erősíti azt az egyébként is igen kemény hivatásunkat, ami önökben van, hiszen hivatásunkat érjük, ezt a munkát végezünk, kénytelenségben, hivatásunkat, emberszeretet, emberség, empátia és lehetne soron, hogy mi minden szükségeltetik ahhoz, hogy valaki ebben a szakmában jól végezze a munkáját. Ahogy hallottuk, folyamatosan az, hogy az elégedettség, beteg elégedettség emelkedett. Én úgy gondolom, hogy ennek nincsen végső határa, ez tovább lehet és kell és fogjuk természetesen, hiszen ilyen hang is van, olyan hang is van, mindenkinek a maga baja, tehát ezt önök nagyon jól tudják, a legfontosabb, a legfájóbb, mindenkinek azonnal és már is kellene a
beavatkozás, a gyógyítás, és a betegséget jó részében szükséges is az, hogy a lehető legrövidebb időn belül kerüljenek ellátásra. Nyilván sokszor ez nem az itt dolgozókon múlik, de tessenek erre törekedni, és mi is együttesen törekszünk, hogy arra, hogy ebben az önök segítségére legyünk. Egy vidám része kezdődött itt a program, hiszen itt a kicsik nagyon-nagyon felpirították a szívünket, lelkünket. Én azt kívánom, hogy a mai nap is vidámsággal folytatódjon és helyen, hogy fejeződjünk be, hiszen ha emlékeim nem csalnak és jól olvastam a meghívóban itt a mai délután a kikapcsolódási, egy kicsi lazítási, lazítást tesz lehetővé, gondolom, hogy lesz sport, lesz kis főzés, lesz lehetőség beszélgetésekre, olyan dolgok megtárgyalására, mint a napi munka nem tesz lehetővé. Ez egy jelenlévő, én is előre is gratulálok mindazoknak, akik ma elismerésben részesülnek, de akik nem, azoknak is megköszönöm mindenképpen a munkáját, hiszen itt egy óriási nagy csapat van talán a városban, a legnagyobb csapat, ami egy irányba kell, hogy dolgozzon és működjön, és csak egymás segítve, erősítve lehet ezt a munkát tenni. Mindannyiunk a karcagiak és a környékbeliek érdekében. Én az önök valóban nagy szívét, sok-sok munkáját tisztelettel köszönöm meg, és hajtok fejet ezelőtt sok erőt kívánok a következő időszakhoz, hetekhez, hónapokhoz, évekhez. Jó ünnepést kívánok, köszönöm, hogy tetszettek hallgatók. Felkérem Cinegéné Bődi Szilvia megbízott templomási igazgatóasszony Szemelvejszt megemlékezésének megtartására. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és kérem engedjék meg, hogy miniszter úr Szemelvejszt Ignácot méltató gondolatait egy kicsit tovább folytassa. A Magyar Egészségügy Napja, más néven Szemelvejszt Nap, egy 1992 óta minden évben megtartott ünnepnap Magyarországon. Ezen a napon Szemelvejszt Ignác magyar orvosra emlékezünk, az anyák megmentőjére, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz és oka empirikus felfedezésében. Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben, és ünnepi megemlékezéseket tartanak az ország területén. 2010. novemberében Rétegyi Miklós Magyarország Nemzeti Erőforrás Minisztere törvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amelyben a Szemmelweis nap munkaszüneti nappá nyilvánítását kérte a következő indoklással. Az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését, presztízsének emelését szolgálja. A javaslatnak köszönhetően július 1-e 2011-től munkaszüneti napnak számít az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók számára Magyarországon. Szemmelweis Ignác a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja, 1818. július 1-én született Budán. 1835-től a Pesti Egyetem bölcsészeti tanfolyamára járt. Két év múlva Bécsben a jogi karra iratkozott be, de bebeült egy medikus barátjának anatómia előadásaira is. Az ott hallottak annyira magával ragadták, hogy egy év után szakmát váltott, orvosi tanulmányai mellett eljárt Moncolni, és elvégezte a szülészmesteri tanfolyamot is. 1846-ban tanársegédnek nevezték ki a Bécsi Szülészeti Klinikán, ahol szinte naponta szembesült a gyermekágyi lázban meghalt anyák tragédiáival. Szemmelweisnek feltűnt, hogy az otthon vagy bábaképző intézetben szülő nők közül sokan kevesebben halnak meg, mint a kórházakban, holott a tudós professzorok helyett csak képzetlen szülésznők foglalkoztak velük. Amikor egy kollégája boncolás közben megsértette a kezét, és nem sokkal később elhúnt, Szemmelweis rádöbbent, hogy az orvos boncolási képe azonos a gyermekágyi meghalt anyák leleteivel. Nem a vérmérgezés felismerése volt a nagy teljesítmény, hanem annak megértése, hogy a boncnok kezén ott van a fertőző anyag, a vérpályával jutáshoz csak sebb kell, ami pedig minden szülőnőnél megtalálható. Szemmelweis vette észre elsőként, a gyermekágyi láz nem önálló kor,
hanem fertőzés következménye, és a fertőzést az orvos terjeszti. Több vegyszer kipróbálása után 1847 tavaszán a klórmeszet választotta fertőtlenítőszernek. Ezért a hozzá beosztott orvosoknak azt javasolta, majd arra kényszerítette őket, hogy mielőtt a beteghez érnek, erős fertőtlenítőszerekkel mossanak kezet, és ezután szinte megszűnt a gyermekágyi láz. Mivel nem használt mikroszkópot, nem tudta megmondani, hogy milyen típusú fertőzések történtek a szülőnő szervezetében, és ez hogyan folyik. Semmel Weiss, Pasteur és Koch mikrobiológiai forradalmának korszaka előtti utolsó évtizedben alkotott, tehát nem lehet tőle elvárni, hogy az új korszak gondolkodása szerint fogalmazza meg az elképzeléseit. Felfedezésével azonban nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik büszkék voltak kezük a kórházi szagára, és sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okozzák a betegek halálát. Az 1848-as forradalom kitörésekor aztán a nemzeti érzésre appellálva meg is szabadultak a kényelmetlen magyartól, akinek távozásával megszűnt a kényelmetlen kézmosás. Viszont újra felszökött a gyermekágyi lázzal összefüggő halálozások száma. Ekkor visszatért szülővárosába, ahol régi barátai mellett a szakma is hamar befogadta. Az orvosi elitbe került, önzetlenül dolgozott betegeiért, eleinte díjat sem kért munkájáért. 1851-ben a Pesti Rókus Kórház főorvosának nevezték ki, 1855-től a szülészet és nőgyógyászat professzora volt a Pesti Tudományegyetemen. 1858-ban hosszabb cikksorozatot közölt a gyermekágyi lázról, és egy német nyelvű monográfiát is közreadott, de csak kevesen fogadták el nézeteit. Ekkor a Semmel Weiss már megkeseredett ember volt, és monográfiája több ponton támadta kollégáit. Már évekkel halála előtt magatartásában furcsaságok mutatkoztak. A felfedezése óta kialakult súlyos önvád mellett a támadások még jobban próbára tették megviselt idegrendszerét, amely 1865. júliusára elmezavarrá súlyosbodott. Legtöbben azzal magyarázzák, hogy a férfi korábban rengeteg lányt és asszonyt látott meghalni. Ráadásul legtöbbjüknek ő maga okozta a halálát azzal, hogy saját kezén vagy ruházatán vitte át a monszteremből a szülőszobába a kórokozókat. Később a következő megdöbbentő felkavaró gondolatokkal emlékezett vissza munkájára. Gyilkoltam. Jó hiszeműen tettem, de gyilkoltam. Meg akartam menteni a gondjaimra bízott szülőnőket. Azt hittem, minél szorgalmasabban boncolok, annál inkább rájövök a titkos okra, mely ezért boncoltam, s az ujjamon tapadó hullavérekkel öltem meg őket. De most rájöttem arra, hogy a fertőzés a vizsgáló ujjon tapadó szennyt viszi be a szülőnő szervezetével. Ezt tudtára adta az egész világnak, és aki ezek után nem takarítja le a szennyet ujjáról, mielőtt vizsgál, az tudatosan és bűnösen gyilkol. Semmel Weiss felesége a bécsi barátjukhoz, Herbert professzorhoz fordult, aki július 31-én Döblinger Megyógyi Intézetébe utalta Semmel Weisst, hogy lassú lefolyású, csontvelőgyulladásból támadt szepszisben halt meg, abban a betegségben tehát, amelynek kor lényegét felfedezte. Semmel Weiss Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseinek 1847 és 1861 között nyomtatott formában megjelent egyes dokumentumait 2013-ban az UNESCO a világemlékezet részévé nyilvánította. Életének tragédiája, hogy nem élhette meg felfedezésének bizonyítását. Munkássága az egészségügy nélkülözhetetlen alapillére, az aszepszis-antiszepszis szabályainak alapköve lett. Emlékezzünk hát minden évben ezen a napon Semmel Weiss Ignácról, akinek az egész világ szülőnői, betegei és egészségügyi dolgozói hálával tartoznak munkájáért. Köszönjük ápolás igazgató asszonynak emlékező gondolatait. A díjak, elismerések átadása következik. Felkérem dr. Fazekas Sándor miniszter urat, Dobos László polgármester urat, Nagyné László Erzsébet főigazgató asszony, dr. Kakusi Lajos orvos igazgató urat és Cinegéné Bődi Szilvia megbízott ápolási igazgató asszonyt a díjak átadására. A Kátai Gábor Kórház igazgató testülete Kátai díjat adományoz dr. Bácsi Csanna Mária részére, megköszönve a kórházért eddig végzett több évtizedes, kitartó, lelkiismeretes munkáját, amelyet magas színvonalon lát el.
szakma szeretete, elhivatottsága, a betegek, a hozzátartozók, a kollégák és a szakma iránti áldozata, segítőkészsége példamutató lehet minden egészségügyi dolgozó számára. A 2016 évi szemmelweisnap alkalmából munkájának elismeréseként igazgatói testületi dicséretben részesíti Csatári Andrea ápolónőt, Csiszár Adél ápolónőt, Rácz Kálmán ápolónőt,
Kornél Deák Mária orvosírnokot. Szilágyi Mónika ápolónő. Takács Angéla, kézi diagnosztikai asszisztens. A
Kátai Gábor Kórház főigazgatója munkáltatói okörénél fogva 2016. július 1-től dr. Debreceni László agyunktust főorvossá nevezte ki. Ápolónőt.
Józsefné kisegítőt. Osztályvezető főorvos.
ápolónőt. Szívos Ferencné ápolónő. Szeretettel hívtuk és köszöntjük nyugdíjasainkat is, akik 40 éves közalkalmazotti munkájuk után járó jutalmukat vehették át. Kis Józsefné, szeretettel várunk mindenkit a délutáni kerti partira, a kórház hátsó udvarán, ahol a sportversenyek már megkezdődtek. A kórház vezetése nevében ezúton is tájékoztatok minden kedves érdeklődőt, hogy e hétvégén vasárnap reggel 8 óra 30-kor a karcagi római katolikus templomban ünnepi szentmise kerül bemutatásra az egészségügyi dolgozókért, melyre szeretettel hívunk és várunk minden kedves jelenlévőt és családját. Ünnepségünk zárásaként kérem, énekeljük el a szózatot. Légy,
Köszöntöm nézőinket a Kátai Gábor Kórházban, az előzőekben a Szemmelweis napi ünnepség volt, ahol dr. Fazekas Sándor főnős miniszter úr is ajándékot adott át, díjakat, jutalmakat, viszont meg is emlékezett arról a elmúlt évek fejlesztésről, amelyet elért itt a kórház. A Szemmelweis nap duplán ünnep a Karcei Kátai Gábor Kórházban azért is, mert a legnagyobb magyar orvosra emlékezünk, és azért is, mert az elmúlt néhány évben 1,6 milliárd, tehát 1600 millió forint értékű fejlesztés valósult meg, elég a rehabilitációs épület beruházására gondolni, műtőberendezésekre, egészségügyi gépekre, műszerekre, energetikai fejlesztésekre, mind-mind az itt dolgozók eredményesebb munkavégzését szolgálják, de döntően a karcagi emberek egészségét segítik. A kormány elkötelezett abban, hogy ezt a programot folytatja, ebben személy szerint én is mindent megteszek azért, hogy a város ezen jelentős intézménye gyarapodjon, és így a 21. századi betegállátási színvonalat a karcagi, kunsági, közép-tiszavidéki emberek is élvezhessék. Itt elhangzott, hogy nagyon korszerű műszereket kapott az intézmény, viszont itt az elismerésekből látszott, hiszen nagyon sokan kaptak igazgatótestet, elismerést is, hogy nagyon jól dolgoznak a kórház szakemberei. Van egy mutató, a beteg elégedettség, amiben kifejezetten jól áll a Karcei Kórház. A gépek, az épület, holtőke, a szolgálatkész emberek nélkül, azok nélkül, akik áldozatos munkájukkal igyekeznek helyreállítani az egészségünket, meggyógyítani bennünket, segítenek korosztálytól függetlenül, akár a legnehezebb helyzetben is. Nem könnyű az egészségügyben dolgozni, helytállni, nem hiszem, hogy lett volna olyan időszak, amikor könnyűnek volt ez nevezhető, és a mai világban különösen felértékelődik, amikor bizony nagyon nehéz betegségekkel kell megküzdeni, új betegségekkel, amelyek korábban szinte jelentéktelen előfordulással voltak. Az emberiség is távolodott, a természet közeli életmódtól, civilizációs problémák vannak. Mindez egy még fokozottabb odafigyelést igénylő munkát követel meg. Én örülök annak, hogy a Karcei Kátai Gábor Kórház vezetése, az itt dolgozó orvosok, szakszemélyzet, ápolók, műtősök, mindenki, aki az élet bármely területén dolgozik, a legmagasabbat nyújtja. Ez egy nagy dolog a mai időben. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Dobos László polgármester úr elismeréssel szólt a kórházban dolgozók munkájáról, és arról biztosította az intézményt, hogy amit tud a város a továbbiakban is segíteni fog. Hát igen, ez így van. A helyzet az, hogy olyan munkát végeznek, ami példaértékű, tehát embert próbáló, és mindenképpen kell, hogy mindannyiunk érdekében ezt az intézményt és az intézményben dolgozókat támogassuk, amennyire csak lehet. Itt az előbb elhangzott, hogy milyen fejlesztések voltak az elmúlt időszakban, és mi lesz ma is, hiszen itt a sportnapon is a dolgozóknak a sportpályát avatják, tehát azért az intézmény próbál a dolgozóinak is egy picit szabadidős tevékenységet is biztosítani. Hát a gondoskodás az nagyon sokféle, és sok színű, és sok rétű lehet természetesen. Nyilvánvalóan meghatározza a munkavállaló, egy dolgozó lelkiállapotát, hogy mennyi pénzt kap fizetésként, hol dolgozhat, milyen körülmények között, milyen eszközökkel, milyen kollégákkal, hányan, megfelelő létszámban vannak-e. De természetesen ugyanúgy hozzátartozik az a plusz odafigyelés, ami szükségeltetik, ami egy kicsikét oldja a szürke és dolgos hétköznapokat, hiszen azért valljuk be őszintén, egy egészségügyi intézményben nincs hétvége, nincs ünnepnap, ezeket oldani kell, néha kell, hogy találkozzanak olyan körülmények között is, amikor nem csak a munkáról, a feladatokról esik szó, és hát egy ilyen lehetőség például egy közös főzés, egy közös sportnap, ami a feszültséget oldja egy picikét, és könnyebben tudnak regenerálódni. A mai nap azért az elismerések napja is volt, hiszen nagyon sokan kaptak elismerést. Ahogy ön gratulált mindenkinek, mindenkihez volt egy kedves szava, volt, akit ismerősként is rácsodálkoztunk mi is, hogy már ennyi ideje itt dolgozik, tehát szinte hihetetlen, hogy néhányan már 40 éve itt dolgoznak, vagy 30 éve, hiszen olyan, mintha ma kezdték volna, annyira fiatalosan dolgoznak még ma is, és a szakmai rutinnal.
Hát nagyon sok mindenkit ismerek természetesen Kalcagi lévén, és hát miután korábban a gimnáziumban és egészségügyi szakközépiskolában tanítottam, így sok ismerős arc volt azok közül, akik a tanítványként szerepeltek, itt pedig dolgozóként. Hát valóban én is megdöbbentem és rácsodálkoztam, hogy még 40 évesnek sem tűnik, és már 40 éves munkaviszonnyal rendelkezik, hát valószínűleg a biológiai csodája némelyikük. Viccet félretéve örülök, hogy az az intézmény, például oktatási intézmény például nagyon sok jó szakembert adott ki, és én úgy gondolom, hogy mindenkinek kell mondani valamit, egy jó szót, néha egy jó szó többet ér, mint bármilyen más elismerés. Az odafigyelés, egymás megértése, lelki támogatása az legalább olyan erőt ad a további munkához, mint egy virágcsokor, egy emléklap. Persze ezek is nagyon szükségesek, de az ember odafigyelésnél fontosabb szerintem nincs. És azt gondolom, hogy itt elhangzottak a beszélekben is, hogy a Kalcagi Kátai Kórházban a dolgozók nagyon odafigyelnek a betegekre, és hát reméljük, hogy minél kevesebb szer kell idejönni, de aki ide valami miatt bekerül, az jó kezekben van. Hát ez a cél, hogy olyan helyre kerüljön az, aki erre rászorul betegként, hogy abszolút biztos legyen abban, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy meggyógyuljon, felépüljön. Ez egy bizalmi kérdés is. Tehát, hogyha nem azt látják, hogy jól végzik a munkájukat az itt dolgozók, legyen az ápolónő, orvos, bárki, esetleg túl van feszítve, esetleg nincsenek meg azok a lehetőségek, amiknek meg kellene lenni, akkor már ez a bizalom egy kicsikét fog változni. Nekünk az a kötelességünk, hogy olyan helyzetbe hozzuk ezt a Kalcagi Kórházat, hogy itt jó legyen dolgozni, és bizalommal forduljanak ide a betegek és a betegek hozzátartozói. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Nagy László Erzsébettől, a kórház főigazgatójával beszélgetünk arról, hogy mit is jelent a Szemmelweis nap az egészségügyben dolgozóknak, hiszen láttuk, hogy nagyon sok elismerést adtak át az előzőekben. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés volt a kormány részéről, a magyar állam részéről, hogy a Szemmelweis napot az egészségügyi dolgozók ünnepnapjává nyilvánította, és ezt ünnepelhetjük néhány éve, 5 éve Magyarországon, hiszen meg kell emlékezni, úgy gondolom, legalább évente egy alkalommal az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáról, hiszen bármelyikünk, hiszen emberek vagyunk, szorulhatunk az ő segítségükre, legyen az szakápoló, asszisztens, orvos, szakorvos, bárki, aki a betegellátásban segítségünkre tud lenni, amikor ilyen bajba kerülünk. A köszöntőjében elmondta, hogy 1 évvel ezelőtt vett át a kórház a sürgősségi betegellátó osztályt, és pozitívan nyilatkozott, tehát, hogy érdemes volt és eredményes azóta is az osztály, viszont nagyon sok elismerést átadott, amiből kiderült, hogy tényleg jól dolgoznak a dolgozók. Ön is így látja? Én nem csak így látom, hanem nagyon örülök annak, hogy ennyi elismerést adhattam át a mai napon, és ebben nagyon sok volt olyan dolgozó, akik 25, 30, 40 éves jubileumi jutalmat vehettek át az elmúlt 1 évben. Ez azt jelenti, hogy ennyi éve ezen a szakterületen, ennyi éve az emberek egészségéért, életének védelméért dolgoznak, és én úgy gondolom, hogy ők mindenképpen megérdemlik ezt az elismerést, és nem csak a díjátadás, hanem a taps, ami ezzel járt, az is alátámasztotta, hogy megfelelőek, megalapozottak voltak a döntések. Igazániból a mai nap 2 részből áll, hiszen most megvolt az ünnepi része, és utána kezdődik egy picit a szabadabb része, hiszen már lehet hallani a zenét, elkezdődtek a sportmérkőzések, főznek az osztályok, tehát ez is hozzátartozik ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát. Igen, én 2013 májusa óta vezetem a Kátai Gábor Kórházat, ami hát egy ma már 630 fős intézmény, és úgy gondolom, hogy a csapatépítésnek is az egyik formája az, hogy amikor az ápolókról, az egészségügyben dolgozó orvosokról, szakorvosokról megemlékezünk, Szemmelweis Ignácról megemlékezünk, akkor ezt egy csapatépítésre is kihasználjuk, és kötetlenebb beszélgetünk
beszélgetés formájában is tudjuk továbbvinni az ünnepet. Nem csak a díjak átadása, a munka elismerése, hanem az, hogy egymással tudjunk beszélgetni, és hát egy kis versenyszellemet is sikerült kialakítani az intézményben. Úgy tudom, hogy a mai napon például 11 csapat nevezett a főzőversenybe, ami már most harmadik éve hagyomány, és hát a tavaly átadott sportpályánkon az idei évben is 4 foci csapat, labdarúgó csapat méri meg erejét. A Szentesi Kórház és a Békés Csabai Kórház mellett a karcagi önkormányzat és természetesen a Kátai Gábor Kórház mint fogadó és csapata is játszik a mai napon, és hát sikerült rendbe hoznunk a Kátai Gábor Alapítvány segítségével a teniszpályát is, ahol a mai napon ugye nyitásképpen egyéni és páros versenyekre is sor kerül. De a gyermekekről, a dolgozóink gyermekeiről sem feledkeztünk meg, és így aszfalt rajzversennyel, ugrálóvárral, kutyabemutatóval, lovasbemutatóval kedveskedünk nekik. Akkor én azt kívánom, hogy legyen eredményes ez a mai nap, hiszen a délelőtt része már az volt, és akkor mindenki érezze jól magát, és töltődjön fel a dolgos hétköznapokhoz, hiszen azért a kórházban minden nap 0-24-ben dolgoznak. Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, a kórház minden dolgozója nevében át is fogom adni nekik. Köszönöm.